Igen, de én azt szeretném, ha majd úgy látnátok persze rajtam, mert úgy igazán szép. Ez nekem ilyen álomruha. A toll, a kövek és a muszlin így vegyítve egy ruhában. Szerintem fantasztikus. Szia, Ramona vagyok. Kis Ramona ma nem csak barátnő, ezúttal a szervezésért is felelős, egész nap telefonál. 12:00 perc van. Az előkészületek, az asztalok igazából készen vannak. Most érkeztek meg a virágosok, és feldíszítésre kerülnek az asztalok. Az esztergomi bazilika előtt már alakul a tömeg, a helyiek hetek óta várták ezt a napot. 4 óra után aztán beindulnak az események, Edina édesapja kíséretében hintón érkezik, a több száz érdeklődő tapssal köszönti őket. Menet közben egyébként akár egy Barátok közt epizódot is leforgathattunk volna, hiszen mindenki eljött, akik közel áll hozzájuk. Most próbálom tartani magam, hogy amíg bejutok, legalább addig ne kapjuk itt. Édesapának hogy tetszett az Edina, amikor meglátta? Nagyon gyönyörű volt egyszer, ilyen csodálatos. Az én anyukám volt ilyen hasonló, nagyon szép az esküvő, ilyen teljesen szinte ugyanaz. Vőlegény az édesanyjával vonul be a bazilikába. Krisztián a hagyományoknak megfelelően most látja először választottját mennyasszonyi ruhában. Ennél szebbet el sem tudtam volna képzelni, úgyhogy tökéletes a ruha, az kell menni, gyönyörű szép helyre. Pár Székely János püspök adja össze, Edina tanúja az Iker testvére volt, és Krisztián mellett is a testvére állt. Voltam Iker, voltáig. Iszonyatosan erősen dobogott a szívem. Nagyon sokan voltak, és annyira jól esik, hogy ilyen sokan eljöttek. És hát ami meg kettőnket illeti, nagyon örülök, hogy mi annyira elő voltunk, hogy csak egymásra tudtunk figyelni. Krisztián, viseld ezt a bűt. Szeretetem és hűségem jelöljük. Szeretetem és hűségem jelöljük. Én ott nyugodtam meg a szertartáson, előtte volt egy kicsit zűrös. Hintóval vonulnak át a polgári szertartás helyszínére. Krisztiánnak az első komoly házastársi feladata az volt, hogy épségben leemelje kedvesét a kocsiról. A Szent Adalbert központ udvarán több száz éves fák árnyékában gyülekezünk a következő ceremóniára. Edinára csak rá kell nézni, hiszen mosolyognak a szemei, mosolyog a szája, mosolyog egyfolytában. Most kezdődik majd a polgári szertartás, amit szintén nagyon várunk, és ott lesz egy kis meglepetés produkció. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt voltunk! Ezek a lufik most szintén az égbe mennek természetesen, ez a dolguk. Ezek személyes üzenetek, és Edinának és Krisztiánnak szólnak. Én azt írtam rá, hogy semmiért egészen, ami egy Szabó Lőrinc idézet, és szerintem a szerelemnek a lényege tulajdonképpen. Ezt a verset fogom elmondani egyébként itt az ifjaknak, és átnyújtani majd egy kis keretben, talán elhelyezik a lakásukban. Ő az a kislány, aki picikora óta elképzelte ezt a nagy napot, és én csak azt tudom neki kívánni így, hogy úgy sikerüljön, ahogy megtervezték. Bent maga ura, aki rab volt odakint. Úgy érzem, hogy ez egy olyan nagyon szeretetteljes és közvetlen, és szerintem mások is ugyanígy gondolják. Igen. Igen. Nekem úgy tűnt, hogy magasabb lett ez Edina, aztán kiderült, hogy azért, mert 20 centivel a föld fölött járt. Oh. Boldog. Én mire megett a kezem, majd írtam alá, úgy írtam alá, mint egy 12 éves, nem tudom. És azon rögtem, hogy mondom, ezt te meglátod, ráadásul a gyűrű nem ment fel az ujjamra, ami megint csak olyan rögögöcsöt kaptam. Miután mindenki igent mondott, a 150 fős vendégsereg vacsorázni indul. Az ötfogásos menün egy teljes legénység dolgozott. 10 szakács volt, és 4 úgynevezett konyhai kisegítő. A Fókusz stábja nem érkezett üres kézzel, egy meglepetés videót készítettünk a fiatal párról készült korábbi riportokból.
Aztán a féktelen éjszaka is beindul, a Partissimóhoz átmenetileg Ábrahám Edit fia is csatlakozik. Itt áll mellettem egy gyönyörű mennyasszony, készen arra, hogy még egy utolsót mulasson. Immár 12 órája vagyunk az ifjú pár nyomában, és bátran kijelenthetjük, Edina gyerekkori álmai egymás után váltak valóra. Ezen a napon minden tökéletesen sikerült. Elégedettek vagyunk, röviden. Nagyon. És boldogok, az látszik. Igen. Kis Ramona egyébként először jelent meg nyilvánosan új párjával, a holnapi fókuszban be is mutatja őt.